Köszöntök mindenkit, ez itt a Tibiék első 2023-as adása. Boldog új évet mindenkinek, egy rendhagyó műsorral nyitunk. Mint az látható, Dombi Tibi most csak dublőrként van jelen, Tisza Tibor, a másik műsorvezető társam természetesen eljött, és nem utolsó sorban Kókai Dávid úszóedző mai vendégünk, illetve lesz még egy meglepetés vendégünk, és kiküldött tudósítunk Dombi Tibor a DVS célabdarúgóját Ferenci János szólaltatja meg, ezt láthatják most. Üdvözlöm, illetve üdvözöljük a Tibiék nézőit. Szia Nándi, szia Tibike, szia Dávid. A napfényes Törökországban vagyunk, edzőtáborban, csak még a napot várjuk, van napszemüveg is, pedig esik az eső, mint az állat, de mindegy, ez van. A vendég, mai vendégünk Ferenci Jani, a DVSC bal hátvédje, aki szerintem a legrégebb óta van a DVSC kötelékében, nem Jani? Úgy emlékszem, hogy igen. Egyhuzamban biztos. Igen. Úgyhogy Nándi öt kérdést tett föl neki, amit én fogok tolmácsolni, a kiküldött tudósító. Én is Tibi vagyok. Úgyhogy akkor fel is teszem az első kérdést. Hogyan viseli Janika a családod azt, hogy ilyen hosszú időre edzőtáborban vagy és távol vagy tőlük? Hűha, nagyon rosszul. Már akkor rosszul viselték, amikor megtudták ezt. Volt egy hét, amikor nem szólt hozzám a feleségem, mint hogyha én tehetnék erre az egészre, hogy jövünk ilyen hosszú edzőtáborba. Nyilván azóta napi többször is tartjuk a kapcsolatot, két gyerek mellett elég nehéz neki, de szerencsére van segítségünk. Nekem se könnyű nélkülük, de próbáljuk ezt túlvészelni valahogy. Igen, egyébként tényleg így van, amikor az ember fiatal, meg gyerek, akkor alig várja az ilyen edzőtáborokat, aztán ahogy idősödik, meg család lesz, meg minden, egyre jobban ki van az egész. A hócipője ki van, hogy ilyen hosszú időre el kell jönni, de hát ezért kapjátok a milliárdokat, kisapám, úgyhogy itt kell lenni. Így van, ők meg majd segítenek elkölteni ezt a sok milliárdot. Igen. Lehet venni a sok gagyi Calvin Klein, meg a Louis Vuitton, meg a különböző táskákat. Hát listával érkeztem nyilván a foci edzőtáborba. Hát ha már eljöttél, és elmertél jönni a családtól, akkor az a minimum. Úgyhogy gyerünk ki a bazára mindjárt edzés után. Következő kérdést teszem fel neked. Hogy teltek az ünnepek, és sikerült-e feltöltődnünk? Fú, nagyon, nagyon tartalmas volt az egész karácsonyi időszak. 24-én edzettünk, 26-án edzettünk, úgyhogy rendben volt teljesen. Tehát a viccet félretélve, azért volt idő pihenésre is, inkább az ünnepek előtt. Az ünnepek az elég sűrűre sikeredett. Két ünnep között szerencsére volt egy kis kikapcsolódás, eljutottam tankcsapda koncertre. Úgyhogy... Arról ne beszélj, mert föltette Nándi azt is kérdésnek. Ját, akkor előre ugrottam. Szilveszter meg olyan szilveszter volt, hogy mindenki lefeküdt aludni 8 órakor, úgyhogy rendben voltunk. Akkor ez jó volt. Egyébként meg én is benne vagyok régen a sportban, de még soha nem volt olyan, hogy karácsonykor meg szilveszterkor edzés legyen. Úgyhogy hát ez a VB miatt is van, meg hogy mi azt választottuk, hogy egyből a bajnokság végén szabad nap volt, az nagyon... vagy a szabadság volt, az nagyon tetszett mindenkinek, szerintem neked is, nekem is, de az egy kicsit rossz volt, hogy karácsonykor nem voltunk otthon, meg edzés volt, meg nem egy liter bort tudtam meginni, hanem csak fél litert, úgyhogy egy kicsit rossz volt, de mégis is ezt is át kellett élni. Itt egy cica. Na, a harmadik kérdés az, amiben belekezdtél az előbb, hogy milyen volt a tankcsapda koncert? Jó volt, hát szerencsére be tudtunk menni az öltözőbe, találkoztunk a zenekarral, Fejesnek vittem egy mászt, kaptam tőle régebben egy pulcsit, úgyhogy valamivel próbáltam viszonozni, úgy gondolom örült neki. Belekukkantottunk egy kicsit, hogy készülnek ők a koncertre, maga a koncert is nagyon tetszett, a Lovardában nagyon sok ember volt, úgyhogy egy nagy élmény volt, meg így az edzések között egy nagy kikapcsolódás. Igen, Janival együtt voltunk, mert... én is voltam, és együtt mentünk be az öltözőbe hozzájuk, meg utána együtt is voltunk. Én mind a ketten nagyon visszafogottak voltunk a 28-ai bulin. Én 27-én nagyon kivégeztem magam, ha foci szóval, vagy foci nyelvvel lefordítanak, akkor 27-én szurkoló voltam, tehát a végén voltam, ben voltam a tömegbe is, mert ott nagyon kivégeztem magam. 28-án meg néző voltam, Janival együtt néztük, és azért jó volt látni, hogy tegnap előtte volna, mit is láttam tulajdonképpen, mert semmire nem emlékeztem. Jani az egyébként, aki felelős a zenéért, amikor felelős a zenéért, akkor mindig beteszi a
a hanghordozóba, a tankcsapdának a... Melyiket teszed be? Egyedül a világ ellen. A világ ellen, az igen, a kivonuló zene. Az a kivonuló zene, igen, hogyha valaki nem trollkodik bele, Gyugyi, vagy valaki a... A Dion Visu zenékkel. Igen, hogyha valaki nem trollkodik bele, akkor tankcsapdára vonul a csapat, és egyedül a világ ellen már azt hiszem, hogy 5-6 éve biztos van, hogy ez erre a nótára indul ki a csapat. Akkor mindig nyerünk is egyébként. Igen, igen. Hát az meg is látszik a tabellán. Hányszor engedik meg? Egyébként Jani hozott szemüveget is. Mindjárt föl is veszi, csak a napot várjuk. Következő kérdés, ez lesz már a negyedik kérdés is, nagyon telik az idő, úgyhogy gyorsokat válaszoljál, mert így nagyon rövid lesz a mai adás. Mire számítasz a csapattal a tavaszi szezonban? Nagyon várom már, hogy elkezdődjön. Remélem, akkor kevesebbet fogunk edzeni, mert most nagyon, nagyon meghajtanak minket. Egy nagyon kemény felkészülés van mögöttünk, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ezek után milyen erőben lesz a csapat, illetve milyen eredményt fog hozni. Én úgy gondolom, a csapat egyben van, jó a hangulat, jók az edzések, a stáb és a játékosok megtalálták a közös hangot. Aztán remélem nagyon, hogy eredmény is fog jönni, mert úgy nyilván az a legfontosabb majd, hogy eredmény legyen. Igen, hát én, mint az edző, az egyik edző, én is szoktam tapasztalni, hogy kemény az edzés, és hogy elég sokan panaszkodnak, vagy nem az, hogy panaszkodnak, csak hogy... Hát kárognak. Igen, kárognak, hát veled az élet, igen. És pont azt mondtam, hogy az jó jel, hogyha károgásom, mert utána mindig olyan jó, mikor megy a bajnokság, meg mennek a meccsek, és akkor akkor a végén mindig az van, hogy csak megérte ott szenvedni, mert akkor megvan az eredménye, úgyhogy én azt kívánom, hogy ez így legyen, mert akkor az jó mindannyiunknak. Így van. Úgyhogy az utolsó kérdést is felteszem neked. Megtaláltad-e, kapcsolódik ehhez a kérdés, az előző kérdéshez, megtaláltad-e a helyed a csapatban, a mostani stábnál? Én úgy érzem abszolút. Ugye az idősebb játékosok közé, tapasztalt játékosok közé tartozom, úgyhogy már valamilyen szinten van, adnak a szavamra is. A játékosok között abszolút, én úgy érzem, hogy ilyen hangadó vagyok teljes mértékben, úgyhogy élvezem ezt a szerepet, nyilván Balázs a főprodukció, és mi azért ott vagyunk körülötte, próbálunk irányítani a csapatot jó irányba. Reméljük, hogy ez a fiataloknak egy példa, aztán majd követnek minket. Az biztos, hogy Szerzsának nagyon sok elképzelése van a fociról, nagyon sok taktikai dolgot tesz a csapatban. Aztán van, aki kevésbé tudja feldolgozni, van, aki jobban, te mondjuk pont azok közé tartozol, akik tudod, hogy mi a játék, mert meg sokszor én is nézem, hogy most mi éppen az aktuális feladat, aztán legtöbbször mindig te mondod el, hogy most miről is szól, úgyhogy tényleg az agyad megvan hozzá, aztán nyilván neked is van sok hülyeséged, amit rosszul csinálsz, mondjuk védekezésben, de ezt tudod te is, ez a legfontosabb, hogy te is tudd. Úgyhogy én azt kívánom akkor neked, Janika, hogy olyan legyen a szezon, ahogy te tervezted magadnak, meg a csapatnak, és hogy ugyanígy a többieknek segítsél, és akkor minden jó lesz. Hát köszönöm, legyen így, aztán neked is jó lesz. Azt látom én is. Azért szurkolok a legjobban neked. Így van, köszi. Köszönjük, szevasztok! Sziasztok! Rock and roll! Köszönjük szépen Dombi Tibornak a bejelentkezést. Könnyű átvezetni a következő vendégünkre ezt a témát, hogy Törökország, ugyanis ti is rendszeresen jártok oda edzőtáborozni, és most idén is fogtok menni oda. Hogyan érzitek magatokat, és mit ad többet egy ilyen külföldi edzőtábor számotokra? Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. A külföldi edzőtáborban nagyon nehéz volt eljutnunk, hiszen már 14. éve edzősködtem, és voltak komoly nemzetközi eredményeink, de még mindig Hajdúszoboszlóra jártunk edzőtáborba a tanítványaimmal, vagy legmesszebb talán Hódmezővásárhelyen voltunk, és amikor az akkori két legeredményesebb tanítványom 2017-ben kijutott a világjátékokra, akkor úgy döntöttem, hogy akkor most itt az ideje, hogy erre is áldozzunk, és akkor jutottunk először Törökországba. Nagyon sok török ismerősöm, barátom volt uszonyos úszás sportákból az edzői szakmában. Hát az ő vendégszeretetük, lelkesedésük, irányunkban mutatott tiszteletük, és úgy az egész millió mindig is elvarázsolt, úgyhogy őket kérdeztem először, hogy hova is menjünk, és hát kapásból a Glória sportközpontba kötöttünk ki Velekben, ami szerintem a világ egyik, hanem a legjobb edzőtáborozó helye, úgyhogy azóta is, amikor csak a lehetőségeink engedik, akkor nagy örömmel megyünk oda, remélem, hogy idén is
az lesz a helyszínünk, az egyik helyszínünk. Téged úszóedzőként, sikeres úszóedzőként tart számon a sportszakma, de méltatlanul keveset tudunk, vagy tudnak az emberek arról, hogy milyen sportmúltad volt, amikor még nem edző voltál. Habár a kettő összecsúszott, elég fiatalon kezdtél el tréningeket tartani, mesélj a korai időszakról, hogyan kötöttél ki a medence partján. Igen, egy kicsit kijavítanálok, mert talán uszonyos úszóedzőként jutottam el már messzebb, mint úszóedzőként. Úszóedzőként azért ahhoz visszatérünk, mert már ez is szerény változott. Eredmény sorra rendelkezem, de az uszonyos úszás terén azért nem mondhatom magam egy legalább közepesen sikeres edzőnek. Úgyhogy igen, először saját magam edzője lettem, hiszen uszonyos úszó versenyzőként 9 éves koromban köteleztek a szüleim arra, hogy versenyezzek, ezt nyugodtan fogalmazhatom így. Ők a legjobb tudásuk szerint jártak el, de hát én bőgve mentem minden edzésre, és a versenyek előtt pedig meg is dupláztam ezt a hisztit. De aztán valahogy csak ott maradtam. A felkészülés részét mindig nagyon szerettem, a versenyeket továbbra sem. Tehát legendás történeteim vannak, én több autót összeállítam útközben már odafelé, új autókat is köztük, sikerült a rajtkő mellé is eljátszanom ugyanezt versenyszituációkban. Szegény édesanyámnak szerintem rengeteg jó pillanatot okoztam ezzel. Igen, én egyébként magamban nem éreztem ezt, utána 12-13 éves koromban jött az, hogy mindig belázasodtam kedre szerdára, amikor hétvégén verseny volt. Akkor már úgy éreztem, hogy megy ez nekem, de a testem azért még így mélyen tudta, hogy nem biztos, hogy ezt szánták nekem. Úgyhogy így szépen lassan eljutottam oda, hogy 15-6 éves koromra mindenfajta fizikai tünetem is lett, a derékfájástól kezdve minden olyan nonát, ami végül is azt eredményezte, hogy a saját magam edzőjévé avanzsálódtam. Nagyon megszerettem a gyógytornákat, igen, és így a lelkesedésem az vitt volna, mert én egyébként egy tehetséges sportolónak tartottam magam, csak a testem volt alkalmatlan a vizes közegben, nagy sebességre való haladásra, mint kiderült. Úgyhogy egyébként ehhez képest a saját magam edzőjeként szerintem egészen jól funkcionáltam, mert néhány országos bajnoki cím után junior Európa bajnokságon 4. lettem, világbajnokságon 7., de nem felejtem el azt a pillanatot, amikor a 2002-es junior Európa bajnokságon egyébként 2 másodperccel megdöntöttem a 100 méteres búvárúszás országos csúcsát, ami így jól hangzik, de 4. lettem vele 400-addal lemaradva a dobogóról, és nyilván mindenkinek egy fémdarab a vágya, mert akkor azt tűnik igazán fontosnak, úgyhogy az érem nem lett meg, és egész éjszaka, mivel rendkívül sok koffein tablettával próbáltam azt a 400-at valahogy napközben legyűrni, persze egy percet se aludtam, néztem végig a plafont, és azon gondolkoztam, hogy mi hiányozhatott nekem ahhoz a 400-másodperchez, és igazából akkor döntöttem el, hogy ami szerintem nekem hiányzott, azt én megpróbálom másoknak még nagyobb lelkesedéssel majd átadni, és úgy hát, hogyha még nagyobb nyomot tudok hagyni ebben a sportágban. Úgyhogy így kerültem ki a vízből. 16-17 évesen már edzősködtél, ugye, ami nem megszokott. Igen, mint ahogy említettem, ez a fajta gerincpanasz vagy derékpanasz, ez ebben a sportágban elég általánosnak mondható. Azóta már nem, de akkor még annak volt mondható, és olyan jól sikerült ez a gyógytorna rész nekem, hogy ezt az akkori edzőm is felismerte, és megkért, hogy akkor ezt csinálja már a többiekkel is. És akkor így lettem először a szárazföldi edzésükért felelős, utána egyre inkább már nem úsztam a vizes edzéseken, hanem inkább a parton sétálgattam, ez akkor több szempontból is jó döntésnek tűnt, és hát végül ott maradtam. 2-3 évig nagyon nehéz volt, az csak hiányzott azért az a fajta edzés, az a fajta versenyzés, de így azóta beláttam, hogy így azért jobb döntést hoztam. És így visszakanyarodva, miért sírtál gyerekként? Mi volt az oka, hogy sírtál? Hogy nem szeretted, vagy pedig esetleg nehezen tudtál benne érvényesülni? Na, mai napig nem tudom igazából, mert egyébként akkor már a vizes közeget azt nagyon szerettem, a csapattársaimat, a csapatot azt nagyon szerettem. Valahogy attól a fajta megmérettetéstől féltem, hogy most ennek milyen gyökerei lehettek, ezt majd egyszer lehet, hogy egy pszichológus kielemzi bennem, de az én úgy érzem, hogy ezen már átlendültem, most már viszonylag ritkán sírok így versenyek előtt. Úgyhogy inkább utána szoktam szerencsére. De örömödben. Általában igen. Többnyire. Na és mondd már el a nézőknek, meg nekünk is, hogy mi a jó ebben a búvár, illetve uszonyos úszásban. Tehát a hagyományos úszástól nyilván eltérőbb, de mi ennek a lényege, és hogy mi vonzó ebben?
Ugye ez egy ugyanolyan úszodai sport, tehát medencés közegben űzzük, 50-től 1500 méterig vannak versenyszámok, itt a legnagyobb különbség a használt eszközökben, elsősorban ugye az úszonyokban van, amikkel lényegesen nagyobb sebességet lehet elérni, és ezáltal azért az edzések is sokkal színesebbé tehetőek, mint a klasszikus úszóedzésben. Számomra, ami pluszt adott, az egy olyan fajta szabadság volt, hogy tényleg kiélhettem abban a közegben azt, amit így ebben szerettem volna. Ugye nem olimpiai sportágról beszélünk, az anyagi jellegű motiváció nem olyan jelentős benne, sőt, igazából mondhatom, hogy egyáltalán nincsen benne jelen, sokkal inkább olyan személyiségek alkotják, akik így pusztán a lelkesedésükből, valamilyen fajta belső motivációból, egy ilyen megmagyarázhatatlan szerelem útján csinálják ezt az egészet, és hát én is így lettem ebbe végül mégis szerelmes, és megláttam benne azt a lehetőséget, hogy azért így edzőként el lehet indulni. Már akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy életem végéig úszonyos úszóedző leszek, de ameddig csak lehet, próbáltam, és a mai napig próbálok benne eljutni. És mivel magyarázod azt, hogy ilyen jók ebben a debreceniek, mert ez hosszú évek óta? Jó edző. Ez elsősorban nekem köszönhető. Természetesen az a csapat, akiket én átvettem, egyesületestől, hátterestől, igen, a debreceni búvárklub, azért egy 1958 óta jelenlévő és működő patinásnak nevezhető klub, és stabil alapokon nyugvó csapat volt már akkor is, az akkori edzőm azért jól megalapozta ezt a részt, utána elváltak útjaink, de azért az a fajta örökség, vagy az az alap, amire én építkezhettem, az elég stabilnak bizonyult. Na és az köztudott, hogy a főzászlós hajód Senánszky Petra, aki minden rekordot megdöntötte, sajátját és másét is, ővel hogyan ismerkedtél, még hogyan kezdted őt edzeni, és mikor láttad meg azt a isteni szikrát benne, amikor azt mondtad, hogy ebből akár még ekkora siker is lehet, mint aminek már szemtanúi voltunk. Ez a 18. együtt dolgozott évünk most éppen, amit elkezdtünk. Az úgy erős. Ennek az első 2-3 éve azért még abban merült ki, hogy ő akkor egy másik edzőnél, egy másik csapatban, nyilván a kicsi csapatban úszott. Akkor hétvégente segítettem a hétvégi edzésekben általában, vagy valamilyen fontosabb verseny előtt az akkori kicsi csoporttal foglalkozó kollégának, az ő nevelőedzőjének. Akkor hány éves volt, becsásolj? 9-10 kicsi, környékén, igen. És akkor ugye utána, ahogy így szépen lassan egyre jobban belefolytam, rajta pedig látszódott, hogy azért, ahogy érik, egyre inkább kiemelkedik a mezőnyből, úgy 12-3 éves korától már sokkal komolyabban is részt vettem a felkészítésében, és 14 éves korától, amikor először junior világbajnokságon indulhatott, az volt az első olyan évünk, amit már így magaménak tekinthetek a felkészülését tekintve. És volt benned egy olyan képesség, látnoki képesség, hogy azt mondtad, hogy ebből eddig minden idők legnagyobb úszonyos úszója? Akkor azért az ember ezen még így nem, legalábbis én nem ezen gondolkoztam, én akkor abban láttam minden küldetésemet, hogy ő holnap gyorsabban ússzon, mint ma. Nyilván akkor még egy edzőnek abban az edzői életkorában, amiben én voltam, az egója így azért mindent irányít, és ha valakiben meglátja azt, hogy vele végre valami eredményt lehet elérni, akkor arra all in így mindent hajlandó rátenni. Hát nyilván nem csak ő volt akkor, volt mellette más olyan tehetségű versenyző is. Én ott 2-3 versenyzőt kaptam, akit úgy igazán is tápoltok, de én akkor tényleg 0-24-ben vittem őket a suliba, hoztam, etettem, figyeltem, mértem. Tényleg minden volt, hát egyetemre is jártam, de az azért harmad-negyedleges dolog volt így mellettük. Úgyhogy az már akkor egy hatalmas kihívás volt, és ugye ott az első junior világbajnokságán még nagyon-nagyon fiatalon azonnal aranyérmet tudott nyerni, illetve az első versenynapon egy hibának köszönhetően ezüstérmet, és utána a következő, a második és a harmadik napon viszont 2 aranyérmet, és akkor onnantól azért már lehetett érezni, hogy ebből azért lehet valami komolyat kihozni. És milyen erények azok, amiket ti néztek, vagy figyeltek, hogy kiválasztásnál, hogy ki az, aki érdemes rá? Hogy egyszerűen csak jól úszik, és kész? Vagy karakter? Vagy de erről megoszlanak a vélemények. Nyilván egy nagyon fiatal utánpótlás körül 7-8-9 éves gyereknél nézi az ember, hogy fekszik a vizen. Lehet rengeteg szakmai dolgot megfigyelni, de azért mégiscsak az az elsődleges, hogy most ő úszik-e gyorsabban, vagy nem ő úszik gyorsabban. Persze meg lehet nézni a szülőket, a hátteret, rengeteg egyéb szempontot. Ez egy elég korai specializációjú sportág, ugyanúgy, mint az úszás, tehát nagyon korán elválik, hogy
Mit érdemes nekik is belerakni, az edzőnek is belerakni, és körülbelül azért a következő időszakban mi várható? Ez a Petra esetében úgy zajlott egyébként, hogy jelentkezett a csapatba, mert a szomszédok is oda jártak, és így logisztikailag ez ilyen könnyűnek tűnt, ezt ő is mindig elmeséli. Csak azért nem utasítottuk el, mert bénácska volt, hiszen nagyon magas volt, vékony volt, koordinálatlan volt, hát az apukával viszont nagyon jóba voltunk, úgyhogy ez egy rávaló tekintettel, nem... éles szakmai szemünkkel köszönhetően felismertük a tehetséget, és így elkezdett nálunk búzni, de hát azért igen, 2-3 hónap múlva az első versenyen kiderült, hogy azért ennek lesz értelme. Aha, és mi az, amiben ő jobb az átlagnál, ennyivel jobb az átlagnál, mi emeli a többiek fölé? Azon túl, hogy tehetséges ebben a sportágban, de gondolom van ennek lelki-fizikai tényezője, ezekről beszél, légy szíves. Igen, hát a tehetség egy nagyon, nagyon sokrétű dolog. Szerintem ez nem csak fizikai értelemben értendő, mindenben az átlag felett van magasan. Nem tudnék igazából egy olyat, de hát talán az alázatát azt ki tudnám emelni, az 200%-os, a többiben pedig csak olyan 100% környéki. Hát nyilván a fizikai adottságairól nem kell beszélnem. Azért a vízben, a vízi közegben, aki magasabb, biztos, hogy gyorsabban fog haladni ugyanolyan energiabefektetés mellett. Úgyhogy ez nyilván nem hátrány. Az ő mentális adottságai, fizikai adottságai, a terhelhetősége, a kitartása, az alázata, az minden. Az alázatra tudsz példát mondani? Hogy például egy... Ő 29 éves lesz majd, vagy volt, bocsánat, volt, tegnap előtt. Volt, is boldog születésnapot, Petra. Így van. Boldog születésnapot. És mint említettem, hát csak velem már majdnem 18 éve, tehát összesen 20 éve úszik. De hogyha előfordul az, hogy én azt mondtam az edzés elején, hogy most 5000-et úszunk, és valami miatt úgy alakul, hogy ez 4008 lesz, akkor ő kéri, hogy azt a 200-at még hagyúszza le. Pedig hát ez szerintem mindent elmond róla. És ha a többiek örömmel kiszállnának, persze, de ő még akkor szólják már kicsiknek, akik utána jönnek, hogy várjanak már egy picit, mert ő még ezt a 200-at már pedig leúszza. Pedig néhányszor 200 méter már benne ez, van. Igen, szerintem ez mindent elmond. És hogyan bírja a versenyeken való nyomást? Ugye mindig óriási a léc, amit meg kell ugornia, a saját magának föltett léc is, beszélünk lécről. Hogyan bírja ezt fejben? Tehát, ugye közben ő is egyetemre járt, elvégeztet, meg történtek dolgok az életében, mint mindenkinek, jók, rosszak, és mindig kiegyensúlyozottan teljesít. Ez, gondolom, ez is egy adottság, egy isteni adottság. Igen, ez a fajta kiegyensúlyozottsága, ez a 2017-es világjátékokig abszolút megvolt minden nap. Tehát az ő teljesítménye az olyan szinten volt számítható, egyenletes, mindig felfelé ívelő, hogy az tényleg párját ritkítja. Minden edző álma. Így van, nevezhetjük annak is, igen, minden örömforrása is, és ugyanakkor minden bánaté is tud lenni. A 12-3-4 éves utánpótlás korában falfehér volt minden versenyszám előtt, teljesen le tudott blokkolni. Ugye ő egy elég introvertált személyiség típus, hát akkor pedig még ennek a sokszorosa volt az introvertáltsága, tehát teljes, nem tudtál hozzá vele beszélni, nem szólt semmit, így ment oda a versenyre. Szóval így kívülről igen, nézve edzőként nem egy versenyző nagyon típus. Pokoli pillanatokat tudott okozni, és gondolta az ember, hogy fú, hát nem egy versenyző típus, de közben dehogy nem. Ennek ellenére a teljesítményén ez nem látszott. És ugye végigéltem azt a folyamatot, ahogy ő eljutott egy ilyen magabiztos igen, nőig, aki már most a versenyeken is ugyanilyen magabiztos, igaz ez az uszonyos úszó versenyekre, hiszen ott megszerezte már azt a fajta rutint, azt az érzetet, hogy ha ő bemegy az uszadába, akkor úgy érzi, hogy ott azért valaki. Legyen ez akár Egyiptomba, a Törökországba, bárhol a világon, ahol ilyen versenyt rendeznek. Ugyanakkor most újra élheti a 12-3-4 éves korát az úszás sportágban, és mondta is, hogy utoljára ő akkor izgult ennyire. Pedig volt már 30 akárhány világversenyen szerintem, de tavaly az első úszó Európa-bajnokságán, ott ezt újraéltük mind a ketten az első versenyszám előtt. Igen, ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen a saját sportágában sikeres ember, illetve az edzője úgy döntenek, hogy egy másik, azért viszonylag másik műfajban, a hagyományos úszásban, ugye 50 méter gyorsan próbálja ő oroszlán körmeit megmutatni. Hogyan dölt ez el, vagy honnan jött az ötlet, hogy ő most leveszi az uszonyt, és hagyományos úszásba kezd? Mindig szó volt erről igazából, és kisebb versenyeken, diákolimpiákon indulgatott is fiatalabb korában is. Majd 2017-ben, ahogy ott a addigi pályafutásunk legfontosabb versenyeként a világjátékokat letudtuk, akkor ősszel
Debrecenben rendezték az úszó országos bajnokságot, és akkor az akkori úszóedzővel beszélgetve úgy döntöttünk, hogy akkor jó, hát induljon el. Persze én tudtam, én addig is mondtam, hogy ő tud úszni. Sőt, még az időt is megmondtam, hogy szerintem mondjuk 50-en mennyit tud úszni, és hát mondta az úszóedző, hogy jó, hát persze, csak egy úszonyos úszó, hogy tudna már úszni. És akkor ugye azon a versenyen ő országos bajnok lett úszásban 50 gyorsan, egy kifejezetten jónak mondható idővel. Persze nem ez a sprint női mezőny a legerősebb a magyar úszósportban, de betömött egy, vagy hát tömögett egy olyan lyukat, ami ott tátongott. És hát onnantól kezdve elkezdtek ilyen nagyon furcsán figyelni minket. Addig is nagyon barátságosak voltak, utána ez a barátságos mezőny azért egy kicsit ketté vált, mert rivális érkezett. Is nyilván kezdtünk sérteni. De alapvetően egyébként tényleg jól fogadnak a mai napig minket. Neki pedig furcsa volt akkor, hogy igazából olimpiai bajnokként ünnepelték KB, mert megnyert egy országos bajnokságot úszásban, és kérdezte az akkori riporter, hogy ugye akkor most ez pályafutásod legfényesebb érme, és mondta, hogy nem. Nem ez. Nem ez. Tehát ezt bármikor meg tudtam volna eddig is csinálni. Lejövök ide délután, és úszok egy ilyen 50-et, mert ugye ezt tudtam most, és ezt így nem nagy képűségből akarom mondani. Azóta azért komolyabban dolgozunk ezen. Edzéseken megúszta ezeket? Hasonló időeredményeket. Ő azért igazából tényleg egy jó versenyző típus, aha, tehát a versenyeken mindig többet tud magából kihozni, de ez így is van rendjén. Úgyhogy az olimpia jelenleg a célkeresztben, ahhoz olimpiai A szintet kell úszni, hogy véletlenül se járjon úgy, mint az előző olimpiánál, hogy ugye B szintje volt. El akartam kitérni, hogy mielőtt, szabályok miatt, igen. Igen, mielőtt a következő olimpiáról beszélnénk, mint álomról, reméljük megvalósuló álomról, hogy majdnem kijutott ő már a 2021-ben rendezték a 2020-ast. Hogy is volt ez, hogy az utolsó pillanatig úgy volt, hogy kint lesz az olimpián Tokióban? Igen, hát mindenki elkövetett mindent a Magyar Úszó Szövetség részéről is, hogy a B-szintesek is, mint eddig minden olimpián részt vehessenek, de ez alóbbi kevés volt, mert a résztvevők számát annyira korlátozták, hogy sajnos nagyon kevés B-szintest hívtak meg. És ez úgy történt, hogy mi akkor az úszonyos úszó világbajnokságon voltunk, ami után majd következett volna ugye ez a kirándulás is, és ott várta ezt a hírt, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz. Addig mindenki hitegette, jó szándékkal hitegette, hogy ezzel nem lesz gond, majd aztán mégis gond lett. Igazából először egy média hírből hallottunk róla mi is, hogy nem fog tudni menni. Mindig úgy volt vele, hogy igazából ez még most másodlagos, aztán azért szerintem nem esett neki olyan jól ott ez a hír, meg hiába mondta, hogy ő a saját versenyére figyel, azért több olyan mutató is volt a mindenféle mérhető adatában, amiben én azért láttam, hogy valami motoszkál legbelül, de túl van rajta, és ő szokta mondani, hogy nem akar az a sportoló lenni, aki majdnem részt vett egy olimpián is a többi sikere mellett, úgyhogy most azért újjászületett ismét sokadjára, és tényleg rendesen és készül. És akkor most ez a fő profil? Igen, számára igen. Igen, de ha jól tudom, még úszonyos úszásban is lesz egy világverseny, amit szeretnétek megcsinálni. Majd egyszer azért valahol ennek így véget kell vetni, mert a 17-esek is úgy mentünk neki, hogy na akkor utána most és már vége. Ebből lett hati. Ugye a 21-es, 22-es, és akkor most már ott járunk ugye, hogy még akkor azt a 25-öst is. Ha már ugye, ha sikerül az olimpia 24-ben, akkor utána az már csak egy év. Akkor már ugye miért ne, ha nem változnak a feltételek. Úgyhogy, de onnan, ott szerintem azért már tényleg. Azért az neked is újdonság lehet, hogy föl kellett építeni egy olimpiai felkészülést, tehát hogy arra, hogy kijusson Petra, hogyan raktad össze fejben, hogyan képzelted el, hogy milyennek a menete, milyen tempóban haladtok, mikor, milyen munkát végeztek, hiszen először csináltok ilyet, hogy csak az olimpia. Igen, hát és ugye ugyanakkor négy éves felkészülési ciklusokban gondolkoztunk igen. Korábban is, a világjátékok ugyanúgy 4 évente megrendezendő multisportesemény, tehát igazából ebből a szempontból nem volt különbség. Az edzéstervezés szempontjából nem volt különbség, a kondicionális képességek fejlesztése terén nincs olyan nagy különbség. Itt elsősorban technikai dolgok azok, amikbe változtatni kell. Ehhez kérek természetesen segítséget is olyan kollégáktól, akiket érdemesnek tartok rá, hogy segítsenek, foglalkozik már egy kisebb hadsereg Petrával, akiket igazából én már azt merem mondani, hogy inkább csak egyfajta menedzserként veszek ebbe részt. Természetesen az edzéseinek a jelentős részét én vezetem,
de hát ketten foglalkoznak vele szárazföldön, ott a kétféle masszőr, ott van, aki az úszóedzésekbe segít technikailag. A szövetség biztosítja számára, vagy hogy van ez? Hát azt nem merem mondani, hogy nem, hiszen sokat kap, vagy majd most már reméljük, hogy még többet kap az úszószövetségtől, nagyon sokat kap a sportiskolától, ami ugye az úszásbeli hazája lett, a várostól is a Békési Ösztöndíj keretén belül, vagy igazából a sportcentrumon át azért komoly támogatásokban részesül, de itt még azért mindig elég jelentős a szülői, edzői háttér, így anyagilag is, nem csak a belefektetett munkaórák tekintetében, de igazából azért Petrán egész nyugodtan mondhatom, hogy minden, amit belefektettünk, vagy belefektettem, az már többszörösét hozta. Mindig. Minden téren. És te hogy fejleszted magad, mint edző? Tehát mondjuk van egy újabb kihívás, olimpia, akkor te hogy készülsz, mint edző? Tehát kit ellesel dolgokat, vagy felmész az internetre, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ez egy nagyon fájó pont nekem, hogy az utóbbi időben, mert körülbelül a hát ilyen 30-32 éves koromig éjszakánként könyveket bújtam, mindent megvettem, mindent letöltöttem, mindent figyeltem, egész nap ezzel foglalkoztam, utána viszont felnőtt lettem, és utána lettek más feladataim is, ugye más pozícióim is, hiszen jelenleg is például két egyesület, akit próbálok koordinálni, az uszodában a vízfelületet próbálom, a sportágakat koordinálni, úgyhogy erre a fajta önfejlesztésre most nagyon-nagyon kevés időm jut, úgyhogy próbálok a korábbi 15-18-20 év tapasztalatából élni, és amennyi időm csak engedi, tovább fejleszteni magam, de mondom még egyszer, ez mostanában abban merül ki, hogy olyan kollégákkal próbálok többet kontaktálni, vagy felvenni a kapcsolatot, akiket így tapasztalatukat, vagy úszásbeli tudásukat tekintve mindenképpen magam felé helyezek. Ez talán, ami most így előre mutathat ebben. Dávid, sajnos letelt a műsoridőnk, tudtunk volna még beszélgetni. Jövő héten is szívesen eljövök, ha gondolják. Visszahívhatunk, tudom, és nagyon szívesen bejössz. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Nagyon sok sikert kívánok nektek ahhoz, hogy az olimpia összejöjjön a magánéletedben, és mert tudom, hogy ott is jó dolgok történnek veled. Köszönjük szépen a figyelmet, Kókai Dávid, Tisza Tibor, Dombi Tibor, Ferenci János, és önöknek kedves nézőink. Ez volt az utolsó, az első. Jó, akkor még egyszer. Jó. Már pedig azt hittem túl vagyunk rajta. Kókai Dávid, Tisza Tibor, Dombi Tibor, Ferenci János, köszönjük szépen, hogy megtiszteltetek bennünket. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Jövő héten újra jövünk. Ez volt a Tibiék. Rock and roll.